Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gaming Kárcón, és a mai videóban, nem a torkom fázott meg, fradi hangulatba kerültem. FIFA 23-ban megnézzük a Ferencváros csapatát, tavaly került bele először magyar klubcsapat így ilyen formán licenszelve a FIFA-ba, 22-ben a Ferencváros, megkapta a téli átigazolási frissítést még ugye tavaly, viszont a nyárit már nem rakták bele, azzal megvárták a FIFA 23-at, és a fradi keret igenis, hogy átalakult így a nyárira, távoztak jó páram, viszont jött egy Traoré is, jött nagyon sok jó játékos, úgyhogy én azt mondom, hogy most, hogy teljes fradi hangulatba kerültünk, a gépet is próbáltam ilyen zöld neonnal megvilágítani, meg zöldre állítani a belső világítást, na mindegy, a lényeg. Megnézzük FIFA 23-ban a Ferencvárost, hogy milyen lett, belenézünk Ultimate Teambe is, hogy ott a kártyák milyenek, de első körben is lessük meg a keretet, lessük meg a mezeket, mindent, stadiont van-e, nincs, nézzük meg, veletek együtt lesem meg, mert nagyon nem néztem bele, csak annyit tudok, hogy tényleg benne van a Fradi a PS4-es és a PS5-ös, meg az Xbox-os, már PC-s verzióba is. Klasszik meccset fogunk lenyomni, vagy akár nyomhatunk valamilyen döntőt is. Vannak mindenféle jó kupák, és így szerintem egy Európa Liga döntőt is megpróbálhatunk, mert az olyan Európa Liga hangulatú, döntőn kívül más nem lehet játszani, csak azért mondom. A Rest of World, sokan fikáztátok egyébként, volt már FIFA 23 bemutató, így unblock a játékról, és ott sokan mondtátok, hogy hát nincsenek benne új bajnokságok, meg hogy a román miért van benne, meg mit tudom én. A srácok, már évek óta ezek vannak benne, a Rest of World csapatot egészítik ki mindig az IE, néhány új csapattal. Így most is vannak ebben újdonságok, de egyébként meg ez ilyen sajnos. Tehát lehet, hogy jövőre, amikor már FIFA nevet is elveszíti a játék, hanem EA Sports FC lesz, lehet még kevesebb liga lesz benne. Úgyhogy ezt is meg kell becsülni, én csak annyit mondok. Ferencváros egészen jó pontszámokkal, minden 70 felett van, és hogy méltó legyen az ellenfél, akár egy ilyen barátságos meccs keretén belül is, a Rapiddal, a testvér csapattal akár nyomhatnánk egy ilyen összeröffenés, szerintem az poénos lenne. Nagyjából közelébe van értékekben, csillagban egyel kevesebb, De vannak jó játékosai is a Rapidnak, úgyhogy, és szoktak is a csapatok egyébként barátságos meccsen összetalálkozni egymással. Hazai mez, itt látható, bal oldalt teljesen jól néz ki, szerintem nagyon királyú, meg van csinálva, élesek a textúrák, jó a Fradi logó, minden, a szponzorok rajta vannak, úgyhogy tök jó. A vendégmez császár, mármint hogy ez a valóságban is nagyon-nagyon jól sikerült a vendégmez, úgyhogy én most abba szeretnék egyet játszani, hogy a Rapid is felvesse a zöld-fehért, és akkor itt tényleg teli zöld az egész, de mégis meg lehet különböztetni. Jó, nézzünk bele a keretbe. Nagyon fontos, lesünk bele a keretbe. Boli van berakva egy szem ég csatárnak. Boli megtalálta a formáját. Többször volt, hogy nem Csercseszov, hanem más menedzserek keze alatt nem palérozódott úgy, sőt lekerült a Fradi 2-be is, de most úgy néz ki, hogy összeszedte magát. Itt van Traoré, aki szerintem már most durvább ennél a 72-es értékelésnél. 74 minimum a valóságban, ugye annyira kiemelkedően jól játszik, nagyon-nagyon gyors játékos. Ez itt is látszik, 86-os tempó, azért az nem rossz egy 72-es játékostól. Zakariasen igazi támadó középpályás, védekező poszton is be tud segíteni, ha úgy van ilyen multikulti játékos, úgy mondjam. Tokmak, ő se rossz, nagyon-nagyon mozgékony, cselezni is egészen jól lehet vele, úgyhogy tök király. Essity, igazi beton, védekező középpályás, Lajduni, ő is technikásabb. Civic, Kovacevic, Maé, Semi Maé, Botka Endre, illetve Dibusz Dénes 73-as értékeléssel. Nagyjából reálisak lettek az értékelések. Merciernek ez a 76 szerintem az már aranykártya Ultimate Teambe. Az szerintem nagyon fönt van. Én nem érzem így, amiket játszott eddig a Fradiba, vagy nem illeszkedett be, vagy még nem tudom, vagy nem reális ez a 76-os pontszám. De egyébként benne van Pászka, Szécsi, Márkinyosz is, Sigér is, Telander, Vécsei, Gavrics, Vingu, Besics, Regics,
illetve csontos, úgyhogy tök jó egyébként, egészen bő a keret, sok cserejátékos vagy harmadik számú játékos is, mint mondjuk Szécsi, ott van, úgyhogy ez tök jó. Besicset én nagyon szeretem a játékát, hogyha jó formában focizik éppenséggel, úgyhogy én őt azt mondom, hogy berakom. Talander is számomra jó, még megint csak azt, hogy nem illeszkedett be teljesen, de most adunk neki esélyt, mint ahogy Marquinhosnak is, csak már ki helyére az a baj, Gólyák helyére megnézzük, Gólyákot is nagyon le van húzva, 68-as, Sigér, nagyon kíváncsi vagyok, hogy csinálták meg ilyenek, többiekre most így nem jut lehetőség, pedig még egy Vécseit is akár megnéztem volna. Na mindegy, majd fogunk még a Fradival játszani. Most egyenlőre 11 játékos tudok csak sajnos a keretbe kiküldeni, pedig mindet megnézném. Nézzünk át, mezekből ugye hazai vendég van, a harmadik számuk, ezt nem rakták bele az aranymezt, viszont van itt nekünk egy olyan rész, ahol feljebb állítjuk a meccsnek a hosszát, az nagyon tökéletes, és akkor én azt mondom, hogy szerintem nyomhatjuk is, próbáljuk meg, nézzük meg, hogy milyen a Ferencváros az új FIFA 23-ban. Arzenál stadionja van beállítva a döntőnek, Fradi egyébként lelövöm a point, nem kapott sajnos saját stadiont, tehát nincs benne, egy hasonló van benne, ami a Grupa Arena-ra hasonlít, de konkrétan maga a Grupa Arena nincsen benne, nem nagy meglepődés. A szurkolók a logót próbálták kirakni, egész jó lett távolról nézve, egész jó. Az összképeket végül is úgy kell ezeket a szurkolói képeket nézni távolról, úgyhogy végül is úgy nem lett rossz. Zöld-fehér az Arzenál stadionja, Rapid, illetve a Ferencváros játszik egymással. Szoros a kapcsolat a két klub között egyébként, mondhatni baráti viszony. Rapid játékosok között is megfordultak magyarok, ugye, tehát ez nem idegen. Arrafelé sem. Nagyon jók a zászlók, szurkolói zászlók. Egy-kettő új került bele egyébként, tehát nem feltétlenül csak ugyanazok vannak benne, mint tavaly. Ezek pedig a Rapid játékosok. Szóval az Európa Liga zene. Elég jól néz ki egyébként a háttérbe is, ahol ott legyezik a ponyvát. Ez teljesen király. Megvárom azért, amíg a Fradi játékosokat is mutatni fogják, mert igazából arra vagyok kíváncsi. Feltétlen csak a Rapidra. Ilyeink ugye ilyen melegítőben vannak ott, és itt vannak, mondhatni, hogy felismerhetőek, azért nem fotorealisztikus arcot kaptak, ez látszódik, ha jól elkapták a képet, úgyhogy majd meccs közben fogjuk megismerni rendesen, de van 1899-es alapítás éves zászló is, na az mondjuk nagyon tetszik, hogy ez így ott van, tök jó megoldások vannak. Úgyhogy összességében király, már csak a Green Monster hiányzik, amúgy meg teljesen jó. Nézzük, és akkor már ugye FIFA 23-as játékmechanika, finomabb mozgás, amit én így észrevettem még a tegnapi FIFA 23 bemutató után, még azért próbálkoztam néhány meccsel, megnéztem a női focit is, hogy ott mi változott, női klubcsapatok is vannak ugye, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó, a fű az még mindig nagyon szép. Traoré lepasszolja, abból majdnem lövés kerekedett ki. Világklasszis nehézség végül is. Tavaly ugye azon toltam, az most is fekszik, az most is jónak tűnik. Ez az ellenfél elég erős, ahhoz, hogy nagyon unalmas egy meccs, és mégis azért nem az van, hogy 20 gólt kapok egy meccsen. Úgyhogy ezt lőttem így be, aztán meglátjuk, hogy sikerül-e majd idén fejlődnöm esetleg legendásra. Egyenlőre Tokmak szabálytalanul, annyira ez nem volt szép, a bíró fut oda fontoskodni, de a lényeg, hogy ebből szabadrugás lesz. Hoffmann rúgja előre, Kersenbaum felé, Lajduni ezt kifejelte, és annyira pontos, hogy Boli iramodhat meg Tokmakkal, ők már régóta ismerik egymást. Botka is becsatlakozik a támadáshoz, akár most már beívelni is lehet, Botka ezt tudja azért. Frank Boli, ám sikerül, el is esik, felszántja a füvet. Az esésével ezek a fűfelszántások is nagyon durvák. Kicsit már túl is van tolva néhol egyébként. Az nagyon jó Tokmak megindulás lehet. Tokmakkal azért lehet cseleket bevinni. Na nem hátrafele, de az a baj, nem volt hely. Na most a lövés Lajduni részéről. Hedl védte. Látta, hogy hova fog érkezni, nem is volt benne megfelelő erő. Auer.
Botka felé. Botka rúgna hátra, de luftot rugott. Az kellemetlen, de Csivics megoldja. Ez azért eléggé necces szituáció volt, azt kell, hogy mondjam. Grül. Az nem les? Kérem szépen, Dibusz. Az les, befújták utólag. Jól van. Tehát ha be is lövi, akkor se lett volna gól. Azért mondom, kicsit ilyen lesnek tűnt a srác. Kockázatos hátra adás, hátul passzolgatás, ez nem volt jó ötlet. És most nehezen tudjuk kihozni a lasztit. Burgstahrel az egyik legjobb a bécsi csapatban. Közben nézem, kinek lehet itt adni a labdát. Eléggé tömörülnek ezek a zöld-fehérek. Wimmer. Kicsit lögdössük egymást, nem túl harcias a mérkőzés. Azért itt leséríteni csak nem fogunk senkit, de azért a kontakt megvan. Essity. Grül. Ez most így nehézkes egy picit. Dibusznak kellett védenie. Azt a mindenit. Ott leng a Fradi zászló a bal sarokban. Az új szögletmechanika nagyon jól működik. Botka teszi bele a lábát, és beesik a hálóba. Ki tudták szedni társak, beakadt a cipője, ez beleborult. De a lényeg, hogy Zakariasen Mai tett ki jól. Jézus, mi volt ott? Úristen. Azért ott szerencsétlenkedés a köbön. Most Fradi hangokat, szurkolói hangokat direkt nem rakok bele egyet se. Nehogy azt higgyétek, hogy a játékban vannak Fradi szurkolások, mert egyébként nincsenek. Tehát az sajnos kimaradt, ugye? Azt megint kockázatos. Adjuk már előre. Jézusom. De majd, ha lesz mérkőzés szimuláció, mert hogy lesz, akkor viszont szeretnék majd beletenni itt vágás közben, videóvágás közben majd fogok Fradi szurkolásokat beletenni, hogy még hangulatosabb legyen a videó. De most itt a bemutatót azt nem akarom ilyennel megzavarni. Hogy itt ilyen kétes infók terjengjenek, hogy van egyébként benne, mert nincs sajnos. Aztán majd meglátjuk, hogy a magyar válogatottnál van-e alapból a játékból, de szerintem ott se lesz. De azt majd holnap megnézzük, hogy a magyar válogatott milyen. Na, az is teljes licenszet kapott egyébként. A szép! Láttam már, hogy les, intette a partjelző a zászlót. Nem jött ez össze. Nem baj. Frank Boli támadhat. Megint felrúgják Bolit. De elég csúnyán ráadásul. Az viszont vissza fogja fújni. Vagy csak sima sárga lap? Hoffman. Les. Nem adott előnyszabályt a bíró. Legalábbis nem jól szerintem. Megadta, de egy másodpercre. Na mindegy. A sárga lap viszont villan. Rapid játékosnak. Mert ez érdekes megmozdulás volt. Ez a felrúgás. Ez nem biztos, hogy kell. Egy ilyen jellegű találkozóra Tokmák kivezeti a labdát alul. Hoffman, a sárga lapos. Botka próbálja fedezni a szöget, zárni, hogy ne tudják kipasszolni. Végül a Botka helyén indítanak egyet, úgyhogy ez nem volt annyira jó taktika. Kicsit közelebb megyünk hozzá, ne lehessen beadni, így is van. Ez pedig a Fradi tábor, millió egy zászlóval. Nagyon jól nézett ki. Nekem ez nagyon tetszenek ezek az új megoldások. Fotósokból is mennyi van ott oldal, tiszta jó vagy. Már olyan hangulathoz hozzáad, meg a látványos bejátszások is. Nekem ezek mind hozzátesznek egyébként. Úgyhogy szívesen látok ilyen fejlesztéseket is. Dibusz! Kell a jó kapus teljesítmény, és akkor ne rohanjunk. Ott áll hátul egy rapid játékos, ha elveszítjük a labdát, az konkrétan az gól lett volna, úgyhogy ne rohanjunk. Hát nem sikerül nagyon sokáig őrizni a bőrbogyót. Grül. A szép! Ez a Telander, ez nagyon komoly. Miket mentetted idáig is, meg most is. És mindig szabadul a labdától, pont időben tetszik, amit produkál. Azzal lehet versenyt futni, Tokmák teszi ezt meg. Viszont ő befelé is tud cselezni. Az ívelés nem rossz. Segbe lövi a saját játékosát is les. Segbe. Ez Boli. Anya nem hasonlít. Segbe lett lőve Boli. Ott, figyeld. És az volt a les. Istenem, a hülye. A hülye. Hát ez frenetikus volt.
Ilyen valóságban is van ilyen, úgyhogy ennyire nem vagyok ezen meglepődve, saját játékosat talált elibe, az ember is úgy lesz, de ez azért kicsit komikus volt. Na mindegy. Szépen forgatjuk most a labdát, akár kiszélre is mehet, a fejes indításnak is megfelelő, Traoré adja be, lehet állítgatni, csak lőjük el, nem történt meg a lövés. Lövésekből kevés van, küzdünk ott a 16-os előtt, Malaca égen, de lövésből azért nincsen olyan sok, mert vagy blokkba megy, vagy saját emberünket lőjük, de az meg annyira nem kifizetődő. Úgyhogy egyenlőre így 0-0, mert hogy a védelmünk is, meg Dibusz egész jól teljesít. Bár vannak azért megingások, de nem vészes. Indítsunk egy Traorét. Traorét kellemetlen szituba hoztuk, csínybe adtuk azt a labdát. Hoffmann. Cashbaum. Kühn. Az osztrákok hogy hozzák föl? Már ez most már annyira nem jó. A szép Botka, nagyon korrekt szerelés. És akkor ezzel Boli mehet. De hogy futnak ezek? Jézusom, mint a robot. Ketten is rámentek az emberünkre. Úgyhogy akkor így most megpróbálok egy ilyen nagy kirúgást csinálni Dibusszal. Föléveljük egészen Traoréhoz. Milyen pontos volt az. És Lajduni nem bírja visszaadni neki. De kár ezért. Fus, ne enged. Azaz, Telander mérkőzés ember eddig nálam. Nagyon-nagyon durva, amit a csávó csinál. És akkor az a Boli? Nem. Más nem volt elő, a Boli megbebújt két ember közé. Nem értem, hogy miért nem szaladt üres területre, de... máskor megmondjuk neki. Észre, apafej. Ne engedjük beadni, kérlek szépen, de azért ne is szabálytalankodjunk. Ott hagyja egy pillanatra a labdát, nem bírunk lecsapni rá. Ez az, és akkor most az felszabadítás, és akkor ezzel vége is az első fél idő, szerencsére nem tudták ellőni. Teltházas mérkőzésem, nem állunk rosszul. Azt nem mondom, hogy jól, de rosszul se. 6 lövés volt a Rapidnál, igen, náluk sokkal több lövés, dupla annyi lövés volt, viszont azért nekünk is volt beleszólásunk a meccsbe. Én azt mondom, hogy megnézek egy cserét. Én egy Pászkát ki szeretnék próbálni Botka helyett, mert Botka kicsit befáradt már. De majd a többiek is fognak jönni. Ryan Mayt mindenképpen meg akarom nézni. De mondjuk azért kíváncsi vagyok egy Vécseire, vagy ha nincs is a padon, mekkora esés a Kosigérre. Azt le is fújja a bíró. Most nem is tudom, Vécseit beraktuk-e a padra, vagy nem. Na mindegy. Annyi jó ember van, ki akarnám próbálni egyszerre az összeset. Traoré nem jut oda a kapuhoz. És annyira tömörülnek, hogy most már kicsit attacking felállásra, vagy ilyen mentalitásra átállítom a csapatot, mert szeretnék most már gólokat látni. Akár kockáztatva, hogy mi is kapunk, de neki nyílunk ugye, de szeretnék most már egy-két gólt látni a második fél időbe. Nem a buszt akarom parkolni a pályán, kapunk előtt, és ez az kell, kicsit akkor jobban kinyíljunk, meg jobban passzoljunk. Essity, Boli, az szép, és Bolit blokkolja. Blokkolják, uff, az csúnya oda csúszás volt, ez lehet később sárgát ér. Sőt, olyannyira, hogy már most a bíró lefújja, és azonnal sárga Bolinak. Próbált mindent bevetni, hogy abból leessen egy kapura lövés, de inkább sárga lap lett a végén. Rá se ráncson. Boli úr, senki nem sérült le, úgyhogy nincsen ebből nagy balhé. A kifejelés nem jön össze, Dibusz macska módjára vetődik ki. Jól is teszi, és indítja is Tokmakot. Tokmak inkább a paszt választja. Nem jött össze ez se, viszont Mayé. Semi Mayé, aki ezt előreadhatja, mennyi rontott passz, hihetetlen. És egyébként a Rapid részről is, tehát ők se tudnak kettőt passzolni, cserébe mi se, úgyhogy ez így egészen jól néz ki. Traoré! Traoré jelentheti most a különbséget! Traoré! Azaz! Gerazol is gólöröm. Na jó, Gerazoli azért szebben csinálta, na mindegy, ez jó volt.
Azt a mindenit. Ez az. Jól van. Hú. Ez király volt. Az elfutás, a sebesség, a lövés is pontos. Ez tetszett. Ez tetszett. Adama Traoré 56. percben lőtt góljával. Vezetünk. De nem állunk vissza a tekint felálláson, nekem ez egészen bejön. Sokkal nyíltabb területek vannak így, akár a passzokra is. Nem baj, hogy annyira nem tömörülünk. Legalább van lehetőség kihasználni itt a széleket, és nézzétek, hogy kimegy a szélre, pászka is. Nagyon tetszik. Boli nem bírta ezt most, viszont Essity van ott, ő azt meg fogja tartani, azaz pászka nem tudja visszaszerezni a labdát. Essity kicsit lök az ellenfelen, előnyszabály, hiába lengetett a partjelző. Grül, aki szépen viszi ki ott oldalra, és pászka nagyon keményen, határozottan. Ez szép volt, ez szép volt. Mi is majd cserélünk következő játék megszakításnál, de most Tokmak szerez egy labdát. Tokmak beadhatja középre. Boli kicsit szerencsétlenül kapufa. Nagyon rosszul találta el. Pászka mekkorát ment, és Bolinak lehet második esélye, ha nem rúgják föl. Ha nem rúgják föl. Hol van a VAR? Ilyenkor hol a VAR? Kérdem én alásan. Ez most mi volt? Sárga, értem, oké. Nem ezzel van a baj. Nem ezt akarom látni. Ez teljesen szabálytalan. Ezt én értem. Hát ez hihetetlen. Ezt nézzük vissza, akkor én vagyok a VAR. Akkor én vagyok a VAR. Sajnálom, hogyha nincsen erre opció. Az nagy, ez a fejes. Ez kapcsoljuk ki, hogy lesz, amiről van szó. Itt, ott. Császár, meg milyen magasra ugrik pászka, gyönyörű, gyönyörű. Boli merre veszi, nagyon ügyes, le is teszi maga, az a fű, úristen, de jól néz ki. Szóval viszi, ott igen, az ellenfél közbe szúr. Á, nem, látom, mi volt a baj. Itt, figyeljetek. Az ellenfél labdára rámegy, és utána bukik át Boli, és fejére ráesik. Értem. Aha. Jó. VAR megnézte. No 11-es. A labdára ment egyértelműen. Az, hogy Boli átesett rajta, ez másik kérdés. Sigért nézzük meg. Essity helyett, és bejön Ryan Mahé. Ha már így a mennybe kint vagyunk. Mindegy, ne idegeskedjünk, mi vezetünk. És kettős csere van. Mutatják is a táblán. Ryan Mahé Boli helyett. Sigér is jön. Nagyon király. Menedzser úr, az viszont fotorealisztikusan meg van csinálva, az orosz nagy vezér. Úgyhogy az meg tök licenszelt. Aláfutott Dibusz. Miért jött ki? Nem mondtam neki, hogy jöjjön ki. Egy olyan gombot se nyomtam, ami miatt ki kellett volna jönnie. Minek jön ki? Úristen, mint Király Gábor 2016-ban az EB-n. Jézusom, ez nagyon béna volt. Teljesen felesleges volt kijönnie. Na jó, Ryan Mahé. Húha. Ezt azért nem vártam. Viszont megláthatjuk, hogy Sigér hogy játszik. Traoré. Indítja Mahét, pászka, az jó volt, az jó lövés volt, Zakariasen csűrte rá, és visszateszi Mahénak, azt hittem beemeli, emelést választottam, mert kint állt még a kapus, a kidobást követően, ilyen belsős emelés. A kapufa fölött centikkel ment el. Kezemet nem tettem volna a kapufa is a labda közé. Az komoly volt. Ez szép meglátás volt. Viszont azért kell menni hátra. Nagyon mérgesek. Ez nagyon necces volt. Cserének, Merciernek mond valamit.
a karmester, de már azt hiszem több cserém nincs is. Sigér passzolja ki, Tokmak lecsaklizzák a labdát, az szép volt a labdalopás, Knasmüller, Grül, Auer, az viszont a semmibe megy, mondom azért a Rapidnál is vannak rontott passzok, mint hogy nálunk is, de Tokmak ezt még beéri, és azzal akkor lehet menni. Aj, nem jó a középreadás. Zakariasen nem tudta. Sőt, nem is jutott el hozzá, úgyhogy nem az ő hibája volt. Traoré! Traoré! Bekotorja! Bekotorja! 2-1 a Ferencvárosnak. Szántja a füvet a térdével, Traoré bekotorta. Az. Micsoda öröm. Ez hatalmas volt. Ez hatalmas volt. Nem fél fel a fejemre. Volt fejhallgató. Ez mekkora volt. De jó ég. Nagyon jó. Utolsó pillanatban. Nagyon jó. Nem gondoltam volna, hogy ez a második fél ennyire izgalmas lesz. És kivezeti. Jól van. Megnézzük, visszaállunk a balanszt felállásra, hogy ne kapjunk több gólt. Ezt meglátjuk, hogy milyen lesz így a mérkőzés, mert az új emberek miatt lehet még gól esélyesebbek leszünk. Nem értük el, meg lesz is lett volna. Úgyhogy jó volt ez így, mert így mehet tovább. Pászka lövi. Pászka nagyon feljön a támadásokhoz. Ezt jó látni, viszont akkor menni is kell hátra. Szép. Az szép szerelés volt. Nagyon jó teste. Kitessékelte a támadót. Cseles, trükkös szerelés, de szabályos keretek között. Hoffman teszi ki szélre. Passzokban 80% körül van mindkét csapat. Egy jobb csapat hozza 85-90-et is. Egy az egybe a kapussal el tudott menni. Knasmüller. Egy az egybe a kapussal el tudott menni. Erről nem dibusztált így. Pedig direkt visszahívtam egy picit a védelmet. Azok szerint nem volt elég ez így. Labdalopás. Az nem jó, az nem jó. Menjünk. Teljes összeomlás. Ez megint védelmi hiba. Sőt, ez azért hibám. Beemelted a busz fölött. Van baj. Hát, hihetetlen ez a második fél idő. Ilyen gyorsan megfordítja a meccset a Rapid. Értem, barátságos meccs, de azért tegyük már oda magunkat, fiúk. Hát, papíron mi vagyunk a jobbak. Ne szórakozzuk már ezt el. Azzal mehet Pászka. Ez hihetetlen ez a csávó. Csodacsere kb. Páj! Passzolni kellett volna Pászkával. Nagyon szerettem volna gólt lőni, de... Passzolni kellett volna. Azért nem csatár, ezt be kell ismernem, meg tudnom kellett volna. Nagyon jó szerelés. Traoré passzolgat Maéval. Traoré kapná meg, nem kapja időben. Jó, nem jó sajnos. Azaz, Civic. Lajduni. Ó, nem jó ő se, nem jó ő se. Azt fedezzük. Ott nem jönnek föl, ott sokan voltunk. Ez nagyon nehéz lesz így. Mert nagyon nyom egyébként a Rapid. Folyamatosan. Szöglet. Bakker. Over lejött. A beadás szép. Maé nem rossz.
Íj, az is komoly volt. Sík. Fejelt, csuka fejessel lép, hogy mellé. Pászka, Sigér. Zakariasen. Majdnem elszedik a lábáról a labdát. És fellökik, mintha fellökték volna Traorét. És azzal viszont, az most már ki kell jönni a Dibusznak. Csivics, azaz forgulódik, de megoldja. Azzal mehet Traoré. Futás van, srácok. Traoré nem bírja megtartani. Ez most nem az a Traoré, akit láttunk a tévében. A francba leért, leért a hosszabbítás is. Srácok, már ragudjatok. Ez a meccs nem úgy alakult, ahogy szerettem volna. Ettől függetlenül láttunk egy nagyon jó Ferencváros szerintem. A védelemben nagyon sok hibát vétettem. Azt aláírom, de kiegyenlített mérkőzés volt sok góllal. A második fél idő az egészen jól alakult. Puh, küzdelmes volt. Lesznek itt még jó meccsek a Ferencvárossal. Ez biztos. Ebbe a világklasszisba azért még nekem is be kell szoknom, ez teljesen jó lesz így. Viszont, menjünk a play módokba, és azon belül is az Ultimate Teambe, és kicsit lessünk rá, hogy milyen értékekkel, pénzbeli értékekkel persze, milyennekkel rendelkezik a Ferencváros, illetve, hogy mégis hogyan állnak, mennyi aranykártya van esetleg, hogyan nézünk ki, esetleg azt is megnézhetjük, hogy még csontostól elkezdve mindenkit meg lehet venni, milyen játékosokból áll az átigazolási piac, úgyhogy ezekre kíváncsi leszek. Mivel, hogy benne van a Fradi, így ha nagyon-nagyon jól játszik valaki, esetleg Traoré Mester 3-osokat szerez ilyesmi, simán lehet, hogy a 7 csapatába is belekerül majd, ha úgy alakul. Na jó, nézzünk a transfereknél, Transfermarkt, és akkor be fogjuk ideírni. A ligáknál itt ki lehet választani ezt a Magyar Liga nevezetű dolgot, de csak egy csapat van benne, ugye a Fradi. Nézzünk körül. Mercier ugye aranykártyát kapott, szerintem picit indokolatlanul, de oké. Okay. Van itt mindenki. Bronz ritka. Golyák Lajduni is ritka kártyát kapott. Bogdán is ott van. Mindenki ott van. Vécsei, Zakariasen, Csivics. Mercierből van legtöbb. Ő jelen 500 coinos áron már kapható. De ott van Marquinhos, Boli. Most látom őket először. Zakariasen is, Maie is ott van, Semi Maie, Knoster. Korrektnek tűnik. Mercierből iszonyatosan sok van, mert ugye mindenki aranycsomagokat bont. Essity ezüst. Ezüst ritkák, szerintem komoly pénzekért mehetnek. Botka Endre 71-jel ezüst ritka kártyát kapott. Besics. Lajduni, akit látok, Dibusz Dénes, most először látom őt is. A sok Mercier kártya között azért eleltűnnek, de Szécsi még a harmadik számú kapus is ott van. Én a legrosszabb, vagy leggyengébb lapra, már azért rossznak nem rossz, csak fiatal a srác. Csontosnak a lapját nézném meg, hogy van-e. Hát nincsen, Bukta Csabi van, de az meg nem Frodis, hanem ugye az Altach Ausztriában játszik, Bukta Csabink van, de egyébként Csontos az nincsen, tehát akkor nem mindenki került bele, csak a nagyobb játékosok válogattak belőle néhányat. Srácok, ennyi lett volna ez a Ferencvárosos bemutató, remélem, hogy tetszett nektek. Szerintem elég jó volt egyébként, így a Fradi, nekem összességében bejövős volt. Legközelebb találkozunk a következő videóban, a magyar válogatottat is majd szeretném nektek bemutatni, hiszen ott is vannak újdonságok. Addig is jók legyetek, iratkozzatok fel, hogyha nem tettétek volna még meg. Sziasztok!